készül a 370 négyzetméteres freestyle pályabonyhádon. A város önkormányzatának megbízásából közel 100 millió forintból épül a Perzselmoor pihenőparknak nevezett családi élménypark. A területen 440 négyzetméteren lerakott rekordtán gumiborítás védi majd az ide látogatókat az esetleges sérülésektől. A közvilágítás is teljesen megújul a parkban. A legkorszerűbb lámpatestek felszerelésével biztosítják a sötétedés utáni jólátási viszonyokat. A kivitelezést júniusban kezdtük. Eddig csak a járdaburkolatot készítettük el, a sütögetőhelyiséget, freestyle pályát, kerítésépítést, és most kezdték el a játékok elhelyezését. Amikor ez befejeződik, akkor tudjuk meg véglegesíteni a burkolatokat. Nagyjából ennek várható befejezése október vége, tehát a szerződéses határidőnk előtt bő egy hónappal szeretnénk befejezni, átadni. A fejlesztéssel minden korosztálynak szeretnének kedvezni, így a felnőtteknek szabadtéri kondipark, pingpongasztalok és kerti sütögető helyiségeket készítenek, de emellett óriási homokozó és 21 játékból álló élménypark várja majd a kicsiket. Lesz ilyen kis rugós hinta, lesz libikóka, lesz két darab sűjesztett trambulin, úgyhogy egészen változatos lesz. Park, a megjelenése egészen modern, tehát ilyen nonfiguratív, ilyen amőboid-szerű formák, nincsenek szögletes élek, a járda is lekerekített vonalvezetésű, nagyon modern hatású lesz. A projekt befejezésének szerződéses határideje november vége, de a kivitelező szerint október 2. felére elkészülnek, így a télbe következte előtt a családi élményparkot birtokba vehetik az itt lakók.